Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bagoly doktor beteg. Leesett az első hó. Bogyó és Babóca elbűvölve nézte, ahogyan a fehér hópihék beborítják a tájat. Másnapra már vastag hótakaró fette a domboldalt. A katica lány elővette a szánkóját. Hárman is elfértek rajta. Elől Gömbi, aztán Bogyó, hátul Babóca. Ó, fehér lett az egész erdő, lelkendezett a barlangipók. A nagy hidegben hamarosan befagyott a tó is. A kis barátok vidáman korcsolyáztak a jégen. Gömbi, ne rákcsáld a jégcsapot, szólt rá a kis virágbogárra Babóca, de Gömbinek máshol járt az esze. Ahó, gyere, építsünk hóembert, mondta a csiga fiú, de Gömbinek nem volt jó kedve. Fáj a torkom, Bogyó, majd máskor megépítjük a hóembert, jó? Bogyó elhívta Bagoly doktort, hogy látogassa meg Gömbit. Tásd ki nagyra a szád, rendelkezett a Bagoly. Hű, de piros! Torokgyulladásod van, pár napig biztosan ágyban kell maradnod, mondta a doktor a virágbogárnak. A kis barátok minden nap meglátogatták Gömbit. Babóca teát főzött a betegnek. Pihen mesét olvasott Gömbinek. Amikor a kis virágbogár elszúnyókált a történeten, akkor letette a könyvet, és később onnan folytatta. Pár nap múlva Gömbi már egészen jól érezte magát. Ma már megépíthetjük a hóembert, mondta vidáman Gömbi Bogyónak. Bogyó és Babóca elhatározta, hogy meghívja ebédre a barátait. Délben megérkeztek a vendégek. Nagyon finom, szólt elismerően Baltazár. Bagoly doktor miért nem jött el? Nem tudom, válaszolta Babóca. Talán elfelejtette. Tudom már, hogy miért nem jött el, Bagoly doktor. Beteg, megfázott. Találkoztam a fiókáival, ők mondták. Az nem lehet, hitetlenkedett Gömbi. Az orvosok sosem betegek. Miért ne lehetnének ők is betegek? Az autószerelőnek is elromlik néha a kocsija, és a cipésznek is kiukad a cipője, magyarázta Gömbinek Pihe. Látogassuk meg, és készíthetnénk neki ajándékot is, hiszen mindjárt karácsony van, javasolta Bogyó. A négy fiú összeült, és egy gyertyatartót fabrikáltak Bagoly doktornak. Az egymás mellé ragasztott fahasábokra téli képeket festettek, végül minden hasáb tetejére egy gyertyát állítottak. Szép lett, szögezte le elégedetten Vendel. A lányok színes papírokból koszorút készítettek. Bagoly doktor kiakaszthatja majd a bagolylak ajtajára, mosolygott Ugri. Másnap meglátogatták Bagoly doktort. A Bagoly gyenge volt, ágyban feküdt, de nagyon örült a látogatóknak. No hát, ezek csodaszépek, szólt boldogan, amikor kibontotta az ajándékokat. Karácsony napja, Bagoly doktor meggyógyult. Bagoly mama kekszet és szörpöt tett az asztalra, a Bagoly fiókák pedig elővették a kedvenc kártyájukat. Sokáig játszottak és beszélgettek együtt. Amikor elindultak hazafelé, látták, hogy Bagoly doktor kiakasztotta a koszorút az ajtóra, a gyertyák pedig barátságosan világítottak az ablakban.